Hátrahagyott úszódeszkák a medence mellett, az újfehértói szabadidőközpont uszodájában, valamint a komplexum tornatermében is voltak diákok. Mindannyiukat kikísérték ma délelőtt az épületből, mert bejelzett a tűzjelző. A műszaki vezető rögtön ellenőrizte, hogy helyesen jelzette a készülék. Akkor jöttem le a kazánzba, akkor láttam füst, gőznek, nem tudtam eldönteni, hogy mert sötét volt, és tudom, hogy nincs nálunk olyan éghetőanyag azon a területen, és azért vizsgálottunk egy kicsit jobban, és akkor éreztem már a szagát a szalárfolyadéknek, ez egy fagyálló folyadék gyakorlatilag. A katasztrófavédelem szakemberei mérőeszközök segítségével nézték meg, hogy a szivárgás okozott-e veszélyt. Kiültették az épületet, a kiérkezett egységek elkezdték az áramtalanítást, a kiürítést befejezték, illetve a megyei igazgatóság mobil labor egysége pedig méréseket végzett, de valójában a keretkezett gőz, amely ugye nem füst volt, nem jutott be a vendégek terébe, csak az alagsorban keletkezett, és rögtön elkezdtük a szellőztetést is. A kiukat cső miatt a napkollektoros rendszerből kiengedték a szolárfolyadékot, még így is 3 hordónyi anyag volt a rendszerben. Az uszodavezető azt mondta, szerencsére a riadalom nagyobb volt a bajnál. A leállás annyi idő volt, mint a tűzoltók kint voltak, illetve a szellőztetés megtörtént, és egy órától újra üzemel a létesítményünk. Az újfehértói szabadidőközpontban várhatóan szerdán vizsgálják meg az egész rendszert, addig zavarmentesen tud működni az uszoda és a komplexum többi része is.